Akár a hosszú élet titkát is lehetne keresni Komoróci Teréz néni segítségével, hiszen a székely udvarhelyi hölgy nemrég töltötte be 103. születésnapját. Ennél fontosabb tanulság lehet viszont az, hogy az akaraterő kortalan. Ez derül ki az 1907-ben született Teréz néni esetében is. A székelyudvarhelyi Nagy Zoltán most egy brassói magánkórházba érkezik. Nagymamáját vinné haza, de még néhány percet várakoznia kell az intézmény előcsarnokában. Őt 3 héttel ezelőtt riasztotta édesanyja, hogy a nagymama balesetet szenvedett. Este 10:30-kor történt, telefonáltak, hogy nagymama elesett. Mentünk, megpróbáltuk lábra állítani. Mi igazán lehetett? Sürgősség, kórház. Bíztattak, hogy megforrik a lába, annak ellenére, hogy 103 éves. A helyi kórházban gyorsan kiderült, hogy szomnyaktörést szenvedett a nagymama. Ott nem vállalták a műtétet, így került Brassóba a 103 éves beteg. Itt Bálint Andor professzor legidősebb páciensévé vált, sőt, az is kiderült, hogy a korral nem mindig arányos a türelem. Mint mondtam, hogy még 3 nap, még 2 nap, még 1 nap, amíg jön Zoli, biztos, hogy megígéri nekem, biztos. Teri néninek most komoly fájdalmai vannak, műtéte mindössze 40 percig tartott, de gyógyulására még hetekig kell várni. Az idős hölgynek korábban nem voltak egészségügyi gondjai, ez az első sebészeti beavatkozása, sőt, élete első 100 évében nem is volt beteg, a feje is mindössze egyszer fájt. Próbált jókedvű lenni, ugye tanítónéni volt a civil életben, verseket szavalt nekünk, meg ugye itt ünnepelte a 103 éves korát, születésnapját, amit ugye kapott egy tortát, elfújta a gyertyákat, és nagyon örvendett neki, és általában jókedélyű, és magánál volt végig. Teri néni legemlékezetesebb születésnapja épp a 100. volt, akkor őt a család mellett köszöntötte a Székelyudvarhelyen tartózkodó Orbán Viktor és Tőkés László is. Azóta Orbán ismét miniszterelnök lett, Tőkés pedig az Európai Parlament alelnökévé vált. Teri néni ma már nehezebben hal, nincsenek hosszú távú ambíciói sem. A legfontosabb feladata most az, hogy ismét megtanulja járni. Húzd ki magad! Na, tegyed a lábadat! De hogy lépjek! Jó! Most menjünk! Tegyed a lábadat! Ezt emeljük fel egy kicsit. Úgy. Most lépjen egyet. Nem fáj nagyma! Nagyon fáj! Mi? Mi fáj? Az egész lábam fáj. Hol? Nem fáj? Nem fáj. Az egész lábam fáj. Igen, mert sokáig álltunk, ültünk az ágyba, és most kell mozogni. Persze, kell. Nagymama, kell jönni, mert hanem nem lesz jobban. Teri néni hosszú élete alatt mindig talpra tudott állni, annak ellenére, hogy a viharos 20. század családját sem kímélte. A 40-es években a Komorócik földbirtokuk miatt osztályellenségnek számítottak. Teri nénit férjével együtt kényszerlakhelyre telepítették, 7 évig a gyermekeit sem láthatta. 22 évvel ezelőtt a kommunizmus összeomlása előtt Magyarországra költözött. 81 évesen a jobb élet reményében hagyta maga mögött az embertelen diktatúrát. Néhány évvel később hazatért Székelyföldre, az utóbbi években ez a kényszerből vállalt brassói útja volt a leghosszabb. A kórházban már csak a búcsú maradt hátra, a főorvos érthető módon nem viszontlátást kívánva köszön el betegétől. Csokolom, csokolom, Teri néni! Puszia meg! A Jóisten, segítsen, doktor úr, drága magukat! Az egész szedje össze magát, Teri néni! Szedje össze magát, járjon! Tessék eljönni, jövök, udvarhelyre. Most ebben a székelyudvarhelyi tömbházban nyugdíjas lányával él együtt Teri néni. Ők abban reménykednek, hogy a hosszú székelyföldi tél elég lesz a teljes felépülésre. Én semmit se kérnék, csak azt az egyet, hogy beteg ne legyek, hogy ne fájjon. Ha még életet adott az Isten, akkor hogy ne fájjon többet, egyedet semmit. Az idős hölgy azonban betegen sem engedi el magát, az akaratereje eddig minden akadályon át segítette. Még nyílnak a kertben az őszi virágok, még zöldel a nyárfa az ablak elő.
Teri néni Petőfi ismert versét 95 évvel ezelőtt tanulta kisiskolásként, később tanítónőként több nemzedéknek adta át az irodalom és az élet szeretetét. Legnagyobb boldogságát most gyermekei, unokái és dédunokái jelentik, remélhetőleg még évekig örömét leli a négy generációs családban.